van. Nem, ez a videófelvétel nem Lumiával készül. Tényleg köd van. Éppen megyek hazafelé, mert most lesz a költözés teljes értékű, tehát a műhely felköltözött Budapestre. Hát ilyen 80%-ban 20% még mindig ott van lenne Ercsibe, ahova most éppen megyek, mondhatnám haza, de hát értelemszerűen én már Budapesten kéne, hogy lakjak. Szóval jött egy pár levél. Ja, elosztok, én a farkas vagyok, de hát ezt nyilván látjátok. Szóval jött egy pár levél, ami segít nagyon sokat a, mondhatnám, a küldetésünk teljesítésében, hogy minél több valóban rászoruló emberke kapja meg a számítógépet. És vannak olyanok, akik nem tárgyi adományokkal, hanem lelkesítő levelekkel próbálnak segíteni. Ők azok az emberek, akik nincsen lehetőségük segíteni, de nagyon örülnek, hogy én ilyeneket csinálok, és hogy ez de jó, és küldenek ilyen leveleket, hogy ez az, hajrá, és én úgy örülök, hogy ezeket látom, és mindig osztom a videóidat, és stb. De ez tényleg nagy segítség, csak, hogy mondjam, azoknak a srácoknak szeretnék most üzenni, akiknek semmiféle segítség nem áll, hogy mondjam, kézre, tehát nem tudnak segíteni azért, mert őnekik erre nincsen lehetőségük. Na, mindjárt elütnek. Hát azért csak nem. Szóval azoknak a srácoknak üzennék, igen, mert ők is tudnak segíteni. Igen, tudnak. Tudnak például olyan családokat keresni, akik valóban rászorulók. Budapestről van szó, semmi másról. Lehetőleg Kőbánya-Kispest, határút, Erzsébet telep, vasútsor, miket mondjak még, 50-es villamos, 99-es villamos, 136-os autóbusz, tehát ezeknek a vonalán kellene olyan családokat keresni, természetesen egész Budapest beletartozik ebbe a dologba, ami még a BKV-nak a vonzás körzetébe tartozik. Szóval igen, ez lenne mondjuk a ti dolgotok, amivel hatalmasat tudnátok segíteni. Ugyan igaz az, hogy most átköltöztünk Budapestre, és most a Tiborius hadnaggyal, meg a másik segítőtársal most jelenleg megkezdjük az alkatrészek tesztjét, mert ezek az alkatrészek, hogy alaplap, videokártya, hangkártya, hát olyan 20-30%-ban rosszak. Például most a tápokról is kiderült, hogy elméletileg javíthatók, tehát nem tudom. Azt mondja a Tiborius, hogy kondenzátorcsere, kis türelem, kis forrazgatás, stb. És meg lehet csinálni a tápokat, de én nem értek hozzá. Én ahhoz értek, hogy azok az alkatrészek, amik együtt óhajtanak működni, azokat össze is rakjam és működjön. Szóval van egy csomó hibás alkatrészünk, igen. Természetesen ezeket mind ki kell szűrni, hogy melyik hibás, melyik javítható, melyik kuka, stb. Most éppen ezeket csinálják a Tiboriuszék. Neked pakolnak, mert a műhelyben még korán sincsen műhely körülmény, mert egy pár dolgot azért még el kell pakolni. Szóval akkor mondanám még egyszer, hogy a ti segítségetek az lenne, én nagyon örülnék neki, hogyha úgy tudnátok segíteni, hogy kerestek olyan valóban rászoruló családokat, akiknek ezeket a számítógépeket ki kell vinni, mármint nekünk. Ezeket a dolgokat jobb, ha tudjátok, például van olyan, hogy szűrő. Nem minden család kaphat számítógépet. Meg vannak ilyen alapvető szabályok, hogy nem személy kapja a számítógépet, hanem család. A családnak a következőképpen kell kinéznie. Egy dolgozó, egy másik felnőtt, most elég sűrűn találkoztam mozgássérültekkel, tehát nyugodtan jött mozgássérült is, és három gyerek, aki nem töltötte be a 18-at, és legalább áram van a lakásba. Jó? Nem akadály a döngölt padló, a döngölt föld, a szőnyeg nélküliség, a parketta nélküliség, meg ilyenek, tehát ezekhez tényleg hozzá vagyok szokva, olyan helyeken jártam, hogy el nem hinnétek. Hát örülnék, ha ezzel segítenétek, hogy előkerítenétek például Budapest városnak a szociális szolgálati központját, előkerítenétek azokat a telefonszámokat, amikre nekem szükségem van, és esetleg induló családokat valahol a dél-pesti részen el lehetne kezdeni, mert nagyjából 2-3 számítógépünk már lenne. Most van egyetlen darab monitorunk, meg nagyon rosszul állunk memóriával, azt tudom, de van egy csomó alaplapunk, jó sok processzorunk, vinyóból van 3-4, DVD-olvasóból van vagy 10, tehát abból rengeteg van, számítógépházból abból van vagy 4 darab, tehát ezekből jól állunk, de
memóriából, monitorból, billentyűzetből kezdünk kifutni. Ezeket majd légy szíves. Hát ha tudjátok, akkor légy szíves, ahogy eddig küldjétek el, jó? És értelemszerűen akkor ez már az új műhelynek a címére megy, tehát nem ide jön Ercsibe, hanem fölmegy Budapestre a műhelybe, a Tiberiushoz. Tiboriushoz, na nem Tiberius. Régen volt ilyen játék a Command & Conquernek, volt egy ilyen változata, hogy Tiberiusi nap. Tiberiuson, hát bocsánat, nem ezt akartam mondani, hanem a Tiboriust, aki majd nagyon sokat segít nekem, remélem a jövőben, mert már addig is nagyon sokat segített. Úgyhogy az összes alkatrészt, az összes ilyen segítséget, ami hát vagy alkatrész, vagy teljes gép, vagy hát amilyen segítséget tudtok nyújtani, akkor azt neki. Jó? A címet természetesen odaadom, Facebookon üzenjetek rám, vagy ő rá esetleg, teljesen természetesen. Jó? És mindjárt haza is érek. Még mindig köd van, igen. Úgyhogy ennyi, nagyjából ez a dolog. Úgyhogy légy szíves, segítsetek, mert mindenki tud segíteni, aki akar. Mert aki nem akar, az úgyis csak dumálni fog, meg ellen lábaskodik, meg bunkózik, meg stb. Hát ezekre is sajnos igen sok példa van. De szerencsére még mindig ott tartunk, hogy a jók vannak többen. Úgyhogy várunk mindenféle segítséget, amivel éppen segíteni tudtok. És hát azt nyugodtan lehet egyből küldeni. Úgyhogy köszi szépen még egyszer, és hát remélem találkozunk. Elosztok!